Ez itt a Képtár, köszöntöm nézőinket! Acélszobrokat készítenek egy termelőüzemben immár évek óta a bécsi szobrászhallgatók. Az ipar és a művészet találkozásából olyan munkák születnek, amelyek egy tanulási folyamat részei is. A Pécsi Galériában nyílt kiállítás a nyári szimpóziumon készült művekből. Készülnek az acélszobrok a Komlói Éla Kicsi Gépgyártó Kft.-nél ezen a korábbi felvételen. Évekkel ezelőtt kezdődött az együttműködés a cég és a Pécsi Művészeti Kar között. Most az egyetemisták alkotásaiból nyílt kiállítás a Pécsi Galériában, bemutatva, milyen munkák születtek az ipari környezetben. 25 munka látható a kiállításon. Az alapkoncepció, illetve igen, az volt, hogy mindenki állítson ki. Tehát ez nem egy kurátori kiállítás, hogy kihagyunk embereket, és csak bizonyos stílus vagy formáció jelenik meg, hanem az alapkoncepció ez volt, hogy minden résztvevő állítson ki. Ugye 4 éve csináljuk ezt a szimpóziumot, és a 4 év résztvevőjéből maximum 2 munkával jelennek meg az alkotó. A másik szempont nyilván az volt, hogy nagy munkákat nem tudunk ide behozni, és próbáltuk úgy válogatni, hát nyilván az alkotók mind más személyiségek, más stílust képviselnek, más szobrászatot csinálnak, ez nyilván a kiállításon is látszik. De egyébként a többeknek is ez volt a véleményem, nekem is, hogy ez az anyag, illetve ez az együtt munkálkodás, annak ellenére, hogy különböző tárgyak jelennek meg, de mégis van egy összefogó kapocs, ami ezt összetartja. Születtek olyan munkák az évek alatt, amik nagy méretük miatt nem kerülhettek be a galériába. Ezek bemutatása most részben más eszközökkel történik, illetve a tervekben szerepel ezek kiállítása is. Van egy ilyen vetítéses bemutató, ami a munka közben mutatja be ezeket a készülő munkákat, ott láthatóak ezek részben. De műtárgyfotók azok nem jelentek meg, azt gondoltuk, hogy ez elég így, hogy tehát a valós térben, amit meg tudunk jeleníteni, plusz mellé egy adalék a munkafolyamatokról is. Ezeken a fotókon látszódnak ezek a nagyobb méretű munkák is. Van egy olyan terv, hogy erre külön csinálunk egy kiállítást, a nagyobb munkákra egy szabadtéri kiállítást, ami egyébként volt is. 2 évvel ezelőtt akkor csináltunk a Zsolnai negyedben egy belső teres kiállítást, illetve egy szabadtéri nagyszobroknak kiállítást. De van ilyen tervünk, hogy bemutatásra kerüljenek ezek a munkák is. Az Egyetem Acélszobrászati Szimpóziumja egy tanulási folyamat is nyaranta a gépgyártó cégnél, amiből bekerülnek elemek, technológiák a szobrászhallgatók műhelyeibe. Itt olyan technológiákkal tudnak dolgozni, ami nálunk sem, a karon sem működik, illetve hát a saját műhelyeikben sem, akinek van persze. Most a fiatalokról beszélünk, hogy ne természetesen megjelenik. Kipróbálhatnak olyan technikákat, olyan eszközöket, ami nyilván utána egy picit pörgeti a következő munkákat, tehát abszolút hatással van rá. Nagyon jó csapatok voltak, vagy ezek az évek alatt, tehát nem volt semmi konfliktus, elő szokott fordulni, a több ember együtt dolgozik, nem mindig jön össze a dolog, de itt nem volt semmi probléma. Tehát akik oda jönnek, imádják, amit csinálnak, és akkor nyilván úgy is állnak a dolgokhoz. A cégnél dolgozó szakemberek szívesen fogadják a fiatalokat, segítik munkájukat, mondja a mester. Most már ismerősök vannak, és segítőkészek, és igen, érdekli őket. Tehát jönnek, nézik, mit csinálunk, hogy mi lesz ez, hogy mint. Tehát abszolút van ilyen kapcsolat, jó kapcsolat. Mert vannak ismerős szakemberek, és akkor úgy megyünk oda, hogy tehát egy olyan közegbe, ami egy barátságos közeg. Úgyhogy ez működik. Az acélszobrászati szimpóziumra olyan hallgatókat hívnak meg rendszeresen, akiknek van affinitásuk a fémmunkákhoz. Ez teljesedhet ki nyaranta az ipari környezetben, miközben új technológiák megismerésére is lehetőségük van. Az acélszobrokból nyílt tárlatot Térerő címmel december 20-áig láthatja a közönség a Pécsi Galériában.
Hetedik alkalommal rendezték meg az Országos Rajzfilm Ünnep rendezvényt, ahol kultikus magyar rajzfilmeket vetítettek országszerte kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Total Art Egyesület is évek óta partnere a programnak, ezért ingyenes vetítéseket tartottak a pécsi helyszínen, melyet kísérő programok is kiegészítettek. Túl nagyok voltak a hullámok. Egyszer túl nagyok a hullámok, máskor szélcsend van. Amíg a nagyteremben az idén 50 éves Mézga család kalandjainak egyik epizódja szórakoztatja a közönséget, addig ezek a kislányok egy kisebb helységben rajzolnak, színeznek, az animáció alapjaival ismerkednek. Ugyanis erre is van lehetőségük a rajzfilm ünnep alkalmával. Krisztis Anna Panni még óvodás, de már komoly rajzos múltja van. Ilyen szépeket szoktam, ilyen szépet rajzoltam most, ez ilyen madár, és amúgy már ide le van írva a nevem, Panni, de már az Annát is le tudom írni. Viszont nekem a viszont én nagyon szeretek készíteni, egyszer elkészítettem egy ilyen papírból egy bábszínházat. Seres Luca Flóra már iskolás, negyedik osztályos és kiváló kézügyességgel rendelkezik. Komoly elmélyült munkát folytat éppen. Hogy a fagyi kell így megtöltődik, és hogyha betesszük egy ilyen gépbe, akkor, és így elkezdjük ezt itt forgatni, akkor így olyan, mintha így magától így feltöltődne, és még ilyesmiket szoktam. Szeretek kézműveskedni, meg rajzolni. A szüleim szerint nagyon jó a rajztehetségem, és suliban járok kézműves szakkörre. Az országos programsorozatot minden évben egyre nagyobb érdeklődés övezi. Az egynapos eseményből egész hétvégés ünnepén nőtte ki magát. Budapest mellett immár 90 település, több mint 110 helyszínén több ezren vettek részt a programba. Gyermekek, családok, barátok ünnepelték együtt a rajzfilmeket, és értékes kulturális programokon vehettek részt. Az országos rajzfilm ünnepbe a pécsi Total Art Nemzetközi Művészeti Egyesület is bekapcsolódott. Helyszínük az együttműködő Csorba Győző Könyvtár friss átadott belvárosi ifjúsági tere volt. Itt is ingyenes vetítések és családi programok várták a kicsiket, nagyokat egyaránt. Többek között Márkus István, az egyesület tagja segítette most a rajzfilm ünnep pécsi programját. A Total Art Egyesületünk 2019-ben is csatlakozott a KED rajzfilm stúdió által elindított országos rajzfilm ünnephez, és most már harmadik éve részt veszünk mi is ezen a rajzfilm ünnepen, és erre a hétvégére, szombat-vasárnapra lehozzuk ide Pécsre azokat a híres és méltán díjazott magyar rajzfilmeket, amiket minden korosztály szeret nézni, és a felnőve generáció is, meg az én generációm, sőt anyukám generációja is szívesen nézett, és ebben a hétvégén mindig valami aktualitáshoz kötjük ezt a filmünnepet. Most Nepp Józsefre emlékezünk, 85 éve született a híres rajzfilmrendező, és ő neki az alkotásai köré válogattuk ezeket az alkotásokat. Minden nap, azaz szombat, vasárnap 10-től este 7 óráig itt vetítünk filmlogbookban filmeket. Többek között a Mézga család, Dr. Bubó, Gusztáv, mind Nepp József magyar rajzfilmkészítő munkája, aki idén lenne 85 éves. Nepp József Kossuth és Balázs Béla díjas magyar rajzfilmrendező, forgatókönyvíró, háttérfestő, tervező és zeneszerző volt. 1957-től dolgozott a Pannonia filmstúdióban, az első néhány évben háttérfestőként, majd íróként és rendezőként vált a magyar animáció egyik legsokoldalúbb zseniévé. A Gusztáv sorozatnak ő volt az egyik szülő atya, Dargai Attila és Jankovics Marcell mellett. Generációk nőttek fel a Mézga család kalandjain, illetve Dr. Bubó mulatságos gyógyítási kísérletein. Mindkét rajzfilm sorozat elkészítésében fontos szerepe volt Nepp Józsefnek. Az országos ünnep neki is szól, őt köszönti. Egész tanévben ünnepel a Pécsi I. és Gyula Általános Iskola. Múltidézés, jövőépítés, iskolatörténeti kiállítás és faültetés zajlott már a 30 éves évforduló kapcsán, november 15-én pedig 17 órától jubilómi gálára várták az intézmény jelenlegi és volt diákjait, pedagógusait és dolgozóit.
A 30 éves jubileumát ünneplő I. és Gyula általános iskolában szeptember óta tematikus projektnapokat tartanak, november közepén pedig gálával ünnepelt az iskola közössége. A jubileumi műsorra az intézmény jelenlegi és volt diákjait, pedagógusait és dolgozóit várták. Én rózsadombi kertvárosi gyerek vagyok, úgymond, és hát ugye az általános iskolát itt végeztem. Elmondhatom azt, hogy többnyire jó emlékek fűznek az iskolához. Ahogy a Vali néni mondta, vannak negatívok is, de a szépre igyekszik emlékezni az ember. Az első öt évben, amikor idejártam, akkor általánosan boldog voltam, mert közel van nagyon a lakhelyemhez, és nagyon családias, baráti hangulatú iskola volt. Többségében ezt tudom így felidézni. Volt szerencsém itt egy kedves kolléginát egyszer már helyettesíteni, és láttam a változásokat, az újdonságokat. Én nagyon örülök neki, hogy itt a Rózsadombon az ide születő gyerekeknek van lehetőségük közel egy köpésnyire egy ilyen iskolába bejönni. Én ezt egy nagyon pozitív dolognak tartom. Én magam is szívesen iratnám ide a gyerekemet jelen állás szerint. Én most egy Johann Sebastian Bach művet fogok játszani, egy C-moll preludium és fugát, a Das Wolterperierte Klavier című sorozatból, amelyet billentyűs hangszerekkel lehet megszólaltatni, így zongorán is. Az újhelyi lányok ergéznek, ők is bemutatták tudásukat az iskola közösségének. Először bemelegítünk, szoktunk lazítani, hátat lazítani, és aztán csináljuk a gyakorlatunkat, amiket összeállítanak nekünk. Van többféle szár, labda, karika, buzogány, szalag, kötél. Én ezekből a szabad gyakorlat és a karika gyakorlatot csinálom. Hát nem tudom, nagyon tetszik ez a sport, szerintem nagyon jó. Hát nem tudom hány éve csinálom, kb. Egy éve, vagy talán kettő. Én 9 éve ergézem. Azért választottam ezt a sportágat, mert szerintem nagyon nőies, és szerintem nagyon tehetséges vagyok benne. Tavaly országos diákolimpián második és harmadik lettem, és ez volt a legnagyobb eredményem eddig. A jubileumi tanévre elkészült az iskola új logója is, amelyben minden olyan elem szerepel, mely fontos és meghatározó az intézmény életében. Hát ebben benne van minden, amit eddig tettünk, hogy a Rózsadombon vagyunk, benne van, hogy örökös iskola, örökös ökoiskola vagyunk, örökös boldog iskola, és meseiskola is vagyunk egyben. 30 év, ahogy én majd szeretném a köszöntőbe is elmondani, egy gyerek életében is nagyon nagy dolog, és én azt hiszem az iskolánk életében is, hogy rengeteg szép élmény volt, voltak kellemetlenek, de én azt hiszem most csak a szépre fogunk emlékezni. Nagyon sok mindent szeretnénk megmutatni, egyrészt a tehetséges gyerekeink, illetve akik később váltak tehetségekké, volt tanítványaink, de vannak például a Tolnai Fúvorzenekar is jött hozzánk, illetve akikkel együttműködésünk van, az Agócsi László Zeneiskola, Berze Nagy Művészeti Iskola növendékei is fellépnek a mai nap folyamán. A jubileumot most tulajdonképpen nem zárjuk, hanem ez az év erről fog szólni, és a tavasszal folytatódik, amikor is a szabadtérre szeretnénk játékokat fölfesteni a gyerekeknek, ami állandóan, tehát ilyen ugróiskolától kezdve, amit használhattak majd a szabadban is. Egyrészt nagyon kellemes, családias a környezet, jól érzi itt magát gyerek, felnőtt, sőt, akik most jöttek vendégek is, ők is azt mondták, hogy nagyon jó ide. Jó a légköre, és én azt hiszem, hogy szívesen lépünk ide be, és szívesen vagyunk itt. Októberben multidézés és jövőépítés címmel első és második világháborús emlékeket, fegyvereket és ruhákat is bemutattak a hagyományőrzők, a szekszárdi honvédkadétok pedig látványos bemutatóval készültek, sőt, még az ebéd is gulyás ágyúban készült. A Várostörténeti Múzeum Szertárok titkai című kiállítását is megnyitották, és az iskola történeti emlékeket is megnézhetik a tanulók, de a jövőre gondolva fákat is ültettek. A Be Smart Seniors projekt célja a 65 év felettiek életvitelét segítő online szolgáltatásokat bemutató oktató videó kifejlesztése egy intergenerációs tanulási modellel kombinálva. A Tanítsd a Nagyit programot a Pécsi Nyugdíjas Egyesület tagjainak igényfelmérése alapján állították össze, a továbbiakban pedig a készülő videó tananyagot tesztelik és a megszerzett ismereteket személyesen is hasznosítják.
A Be Smart Seniors projektben finn, szlovén, lichtensteini és magyar felnőtt képzési szakemberek végeznek fejlesztő munkát a Pécsi Nyugdíjas Egyesülettel együttműködésben. A partnerség során egy olyan modellt dolgoznak ki, melynek célja online szolgáltatások bemutatása, amik segítséget tudnak nyújtani az időseknek a bevásárlás, a közlekedés, a tájékozódás, pénzügyek intézése, időpontfoglalás és online kapcsolattartás terén. Nagyon fontos az, hogy csökkentsük az időseknek a magányosságát, tehát hogy többet legyenek a fiatalokkal, és használják az internetet olyan dolgokra is, ami esetleg eddig eszükbe se jutott, és ebben tudunk azzal segíteni, hogy a fiatalokat ösztönözzük arra, hogy ők tanítsák meg nekik. Akár ez lehet egy okostelefon használat, akár ugye az interneten különböző szolgáltatásoknak a használata. Mi a projektben partnerek vagyunk, és ezeknek az anyagoknak, oktató videóknak a létrehozásán dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy próbálunk olyan videókat készíteni, amik alapján ugye a fiatalok egy-egy szolgáltatást jól és hatékonyan be tudnak mutatni a nagyszüleiknek. Gondoljunk itt például arra, hogy közlekedés, tehát hogy ők egy menetrendet le tudjanak tölteni, vagy egy online térképen meg tudják keresni azt, ahova el kell jutniuk, azt a helyet, és tudjanak egy útvonalat tervezni ehhez. A Be Smart Seniors projekt része a Tanítsd a Nagyit program, melynek keretében a fiatalok tudnak jól segíteni nagyszüleiknek. Nekem szakmám az informatika, tehát én ezt tanítottam a Pécsi Egyetemen nagyon sokáig, és nyilvánvalóan én, mint nyugdíjas is, reggel 8-kor bekapcsolom, és éjfélkor kikapcsolom. Azt láttam, és ugye ez egy gödöllői pesti kezdeményezésű projekt volt, hogy nagyon sokan az ismerőseim közül eljutnak tényleg odáig, ami itt is elhangzott, hogy hát kap valahonnan egy mobiltelefont, és akkor abból a két funkciót használ, és a másik 98-at nem. És nem tudja, hogy milyen csodálatos az internetnek a világ, ez az egyik rész, erről tartottam én is előadást, mire lehet használni, 20 dolgot említettem, és hogy mire a másik oldalon, mire nem szabad használni, és mire kell vigyázni, ami még fontosabb, hiszen az internet ugyanúgy, mint minden más eszköz, a puskaporttól, a nem tudom, még az autóig, lehet jól is, meg lehet rosszul is csinálni. Tehát ez egy, tulajdonképpen lehet veszélyes is, és ezt meg kell tanítani valakinek. Az ő ötletük annyi volt, és ezért hoztam én ide a Pécsi Nyugdíjas Egyesületnek az ismerősökön keresztül a közönségét, hogy próbáljuk meg a családot, az unokát bevonni ebbe az ügybe, mert az idős ember bizonytalan, és nem bízik meg mondjuk egy tanfolyamban, nem jut el egy egyetemi kurzusig, nem jut el akár csak egy iskolai tanfolyamig sem. Viszont otthon van az unokájával. Na most, és itt van a lényeg, ha az unokának valamit meg tudunk mondani, hogy ő türelmesen azt az 5 dolgot csinálja meg, akkor az idős ember majd a következő 5-öt kérni fogja. Most ebben próbálunk segíteni, most ehhez én hoztam egy kis finn kapcsolatot, ők hozták a többit, a szlovént, a lichtensteini kapcsolatot, akiket én korábban jól ismertem, és kiderült, hogy azokban az országokban, ahol sokkal több pénz van, és persze, hogy úgy mondjam, nehéz ilyet mondani, de tovább élnek az idősek, tovább aktívak az idősek, hiszen ez volt az egyik előadás címe, hogy aktív idősek. Ne zárkózzunk be, ne csukjuk be az ablakot, ne szomorkodjunk otthon, ne csak a sorozatokat nézzük, mert ez egy nagyon egyszerű dolog, hanem éljünk aktív életet, azokban hogyan csinálják. A turkiak ebben sokat segítettek, a szlovének is sokat segítettek, hát a lichtensteini pedig gazdagok. Ők meg azt mondták meg, hogyha sok-sok pénzük van, akkor mit lehet csinálni. A Pécsi Nyugdíjas Egyesület tagjai az igényfelmérésben vettek részt, a továbbiakban pedig a készülő videótananyagot tesztelik, és a megszerzett ismereteket személyesen is hasznosíthatják. A projektben magában ez egy azért fontos rendezvény, mert a Pécsi Nyugdíjas Egyesületnek ez a legfontosabb tájékoztató rendezvénye erről a projektről. A projekt maga azért fontos, mert nagyon nagy rajtunk a nyomás, hogy a klubjainkban az idős emberek kérik, hogy tanítsuk őket. De hogy hogyan, ehhez egy nagyon jó lehetőséget adott ez a program, amikor a Dobai Péter megkeresett bennünket, hogy ezt a programot csináljuk, mert ő is, amit elmondott itt a bevezető beszédében, ez egy hatalmas hálózat, a Nyugdíjas Egyesület. És itt Pécsen legalább 40 klub működik, ami már önmagában egyébként azok ellen szól, amiket itt a hátrányként az időskorral meg szoktunk említeni, hogy demencia, magányosság és ilyesmi, akik eljárnak még a klubokba,
azokat nem fenyegeti ilyen veszély. De azt látjuk, hogy a klubjainkban is megbetegednek emberek, magányossá válnak egy idő után, és hogyha a klubtagok segítik őket, az jó, mert család már nem nagyon van körülöttük. Nagyon sokan külföldön vannak a gyerekei, unokái, és örülnek, ha tudnak skype-olni, de azért nem mindenki olyan bátor, hogy ezt magától. Hát ezeket kellene bátorítani, segíteni. Idősödő társadalomban élünk. A 2011-es uniós népszámlálás szerint a 65 évnél idősebb állampolgárok aránya 17%, és ez az arány 2050-re 29,9% lesz. Ez a tendencia óriási kihívást jelent a társadalomnak és a szociális ellátórendszernek. Arról beszéltem, hogy ennek a pályázatnak mik a célkitűzései, mi azok a tevékenységek, amiket eddig elvégeztünk, és mik azok a fejlesztési folyamatok, amik még hátra vannak a hátralévő egy évben a pályázatból. Ha nagyon röviden össze akarom foglalni, akkor azt tűztük ki célul egy nemzetközi konzorciumnak a segítségével, hogy Magyarországon a 65 évnél idősebbek számára egy olyan intergenerációs tanulási modellt dolgozzunk ki, amelyben a fiatalabb rokonok, barátok segítségével sajátíthatják el az informatikai eszköz használatnak az alapjait, és ennek az alapnak a birtokában később online tananyagok segítségével, vagy éppenséggel a saját tanulásuk folytán megszerezzenek olyan ismereteket, amelyek a mindennapi életvitelüket segíthetik, és segíthet nekik megőrizni a személyes autonómiájukat, önállóságukat, és javíthatják az életminőségüket. Amit az eddigi egy év során megvalósítottunk, az az, hogy végeztünk egy alapfelmérést a Pécsi Nyugdíjas Egyesületnek a segítségével, amelyben a pályázat célcsoportjának az informatikai eszközhasználatát és az ezzel kapcsolatos attitűdöket, eszközhasználat és eszközellátottságot mértük föl. Elkészítettük ezt az intergenerációs tanulási tananyagot, aminek a célcsoportja egy 16-22 év közötti korosztály, akikről úgy gondoljuk, hogy megfelelő érettséggel és alapismerettel rendelkezzenek azon a szinten, hogy segíteni tudják az idős rokonnak vagy ismerősnek a kezdeti lépéseknek az elsajátítását. Elkészítettünk néhány mintatananyagot, majd még a délután folyamán be fogok mutatni. Ezek rövid 2-3 perces tananyagok, egy konkrét témakör köré épülnek, egy standard felépített tematika alapján, valamilyen témakört járnak körbe, és azt segítenek feldolgozni. Ennek a tesztelése az, ami még majd most vár ránk, és utána pedig, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez a tematika és ez a felépítés, amit kidolgoztunk, ez jó, akkor pedig el fogjuk készíteni azokat az oktatóanyagokat, nagyjából 60-at, ez egy picit többet, amit még vállaltunk, erre kell még a maradék egy év. A tananyagok ingyenesek és bárki számára elérhetők az interneten. A partnereknek köszönhetően nem csak magyarul, hanem angol, német, finn és szlovén nyelven is megjelennek valamennyi résztvevő országban. A képtárat látták, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!